Az a baj, az a Balázs Pali megnyalja a 10 ujját, ha meglátja. Az a baj, hogy a zakomra tették a mikroportot, és ezért... Szerelem, ezt... mekkora siker az ember rongyszerűnek öltözik? De... Nézzék meg a Palit, ahogy szívja a királydekket. Ugye? Ha-ha! A nivel! Képzeljétek el, kérdeztek, hogy milyen volt, leveszem, mert baromi meleg, hogy az úgy van ott, aki ott kin, hogy mentem át az egyik kis városba a nem létező zebrán, mert nincs nagyon felfestve neki, de olyan gyorsan jönnek az autók, hogy nem tudsz átmenni. És akkor a rendőr látta, hogy hát már rajtam látszik, hogy európai ember. Megkérdezte a másik rendőrt, nem a bajor Magyarország, hogy de! Nem, ez a havassal volt az Antarktiszon. Nem. És képzeljétek el, hogy így a rendőr mutatta, hogy most már tényleg állnak le a kocsik, mert hogy át szeretnénk menni, és így nekiindultam nagybátran, azt mondja a rendőr, valami. A rendőr, hogy szeretnék-e tőle venni, mert nem nagyon volt pisztolya, viszont tele volt ilyen cigarettákkal. Na jó, hát szóval ilyenek és voltak. És hány órás út volt? 164 órás út volt, de... gyakorlatilag nem emlékszem. Mit hoztál ajánlani? Rettenetes. Minden, ami érdekes. Politika, botrány, Dunaparti, Dumaparti, bulvár, megy, kasszár, hegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Nincs ok pánikra, rövid saját lesz. Gondolatot? Saját gondolat? Is. Mert mondjuk ki, Lovász Józsefné például ezt írt a Szegedről. Kedves bajor művész úr, nem akarom önt megbántani, csak a figyelmébe ajánlanám, hogy Farkasházi Tivadar racsol, ön pedig, amikor utánozni próbálja, sejpít. Ettől függetlenül szeretjük magát. Üdvözlettel, Lovász Józsefné! Zsigrai Istvánné, Angéla, budapesti nézőnk érdekes kéréssel fordult hozzánk. Tisztelt heti hetes, tisztában vagyok vele, hogy a műsoridő rövidsége miatt nem tudnak minden kérésnek eleget tenni, de könyörögve kérem önöket, tegyenek kivételt, és hetente egyenként külön-külön is kérem, sértsenek meg becsületemben, sértegessenek nyilvánosan. A rokkanyugdíjam 18.770 forint, a Grespik pedig megint 450.000 forint kártérítést kap Havas Henriktől a sértegetésért. Kérem megértő együttműködésüket. Tisztelettel, Zsigrai Istvánné! Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Gálvölgyi János! Kern András! Verebes István! Gregor József! Farkasházi Tivadar! A Jóska is kapott levelet, elmarasztaló levelet, de ma már nem én hívtalak, ma már magadtól jöttél. Az az igazság, hogy tényleg a Verebes ide engem becserkészett,
és borzasztó büszke vagyok rá, hogy én itt lehetek, de kaptam egy levelet. Nemesné Takó Máriától, azt mondja, tisztelt művész úr, február 1-én szombaton este műsor keresés közben véletlenül kapcsoltam az RTL Klub heti hetes műsorára. Nem akartam hinni a szememnek. Ön művész úr szereplője lett ennek a silány, durva modorú, szélsőséges beállítottságú műsornak. Hogy tudták becserkészni? Ezt majd te elmondod. Hát ön a világ... Elment szegénynek a módse, valamiből meg kell élni most. Ön a világhírű művész, sok tízezer magyar ünnepelt sztárja, hogy alacsonyodhatod le ilyen szintre? Ne ábrádítson ki bennünket. Kívánok munkájához jó egészséget, az ebédhez jó bort, és a társaságához jó barátokat. Tisztelettel Nemesné Takó Mária. Azért vagyok büszke rá, mert én megmondom őszintén, hogy én nem szégyelem se a Bajort, se egyiktöket se. Hát, de az én Istenem. Nevemet említetted először. Köszönöm. Azért, mert ott fölmerülhetne, hogy esetleg szégyeljen, de még téged sem szégyel. A múlt hét óta... Megvédett, mint a szakszervezet. Jó van, rendben van. A múlt hét óta viszont az én helyzetemben jelentős anyagi változás következett be, mert nyertem valakitől 300 000 forintot. Csak kitől valakitől? Gespik nyert a Havastól 450-et, igen. Én Csé Istvántól 300 ezeret, ha azt odadom a Havasnak, ő meg odaadja a Gespik. Nem, nem lenne egyszerűbb, hogyha a Csurka rögtön odaadná a Gespiknek? Nem voltál itthon, hát te nem tudod, hogy a Gespik le akarja váltani a Csurkát, nem is tudod? De azt én tudom. Azt még amikor elmentem, akkor akarta. És azóta nem sikerült. Ebben a válságos időben el tudtál menni nyaralni? Hát... De képzeljétek el... Szarestéim voltak, az biztos, de... A Mimi tanú volt, és megkérdezte, életében először volt tanú. Kálai Feri is volt. Igen. Igen. Becsien, ha az esküvőtökön is tanú, jobban jártál volna. És a bíró kérdezte tőle, hogy kérek költségtérítést. És ezt úgy értelmezte, hogyha ő azt mondja, hogy nem, akkor lemond ugye erről a több százezer forintról, és így bólintott, és a bíró meg belemért az iratokba, hogy mi a Marka utcától 170 méterre lakunk, ugye? És a költségtérítés az azt jelenti, hogy hazáig, hogy fizessék a buszt vagy a villamost, és... Hát vagy vegyenek a Miminek egy csizmát, vagy valami, hát azért valami legyen. Gondolták, fukar a család. Én is olvasok egy levelet, egy olyan édes levelet kaptam egy 12 éves kislánytól. Hát ez olyan édes, nem azért, mert engem dicsél, azért is. Azt mondja, kedves Verebes Pista bácsi, nagyon szeretjük a Heti Hetes című műsort, én 12 és fél éves vagyok, mégis értem a politikát. Kitűnő tanuló vagyok, igaz, most a fél évim csak 4,9 lett, majd évvégére kijavítom azt az 1,4-es. Ön a család kedvence, a legőszintébb és a legjobb poénokat bemondó szeretjük, mert nem irigy mások sikerre, tetszik a stílusa, tök jó, de tisztára olyan, mint a papám. Ő is ilyen ideges típus, csak nem ilyen okos, mint maga, el is neveztem Verebesnek. Nagyon örül neki, mostanában úgy jelentkezik a telefonban, hogy Verebes vagyok. Jó van, nagyon köszönöm. Nem kérte, hogy ne csak a keresztnevét mondom. Kitty. Köszönöm szépen, nagyon örültem. Hoztam neked egy hirdetést, hogy milliókat kapnak a sikeres fogyózók. Na. Sajnos ezen a héten nem fogytam, pedig esküszöm, hogy nem szektem meg. És az doktornő is azt mondja, hogy van ilyen... Most vagy megszekted, vagy hazudsz. Nem. Nem létezik. Isten bizony. Isten, hogy nem szektem, és most legalább 1 kiló van rajtam már, ami a magas szárú cipőmet illeti. De... 8-8-8-8, tudjuk, igen. 1888. Ló. Na most. 103,3. Hát akkor fogytál. Az Danubius. Szóval... Figyelj, de... A helyzet az, hogy nem fogytam, nem is hisztam szerintem, mert ez itt nem hisztam, de... Mondjuk írjunk fel 101-et. A múltkor én kisegítettem. Miért lesz 101-et? Írjunk a 103,3. 103,3. 101-et.
A 101 az kis... 103 felöltözve ilyen bakancsa. Jó, hát jó, rendben van, jó, írjunk. 102-t írom. Jó, rendben, az úgy jó. Na, én is kaptam egy levelet, hogyha van alkalom rá, és miért lenne, akkor felolvasnám. Tisztelt heti ettes, a január 11-i adásban egy olyan megjegyzést tett Bajor Imre művész úr, amivel én még médiában, beleértve a rádiót, televíziót, újságokat sohasem találkoztam. Pontosan arról van szó, hogy amikor az autóbusz vezetők sztrájka került, mint hír szóba, azt mondta, hogy a buszosok megérdemlik, hogy a felelősségüknek megfelelő bért megkapják. Én, mint autóbuszvezető, hálásan köszönöm, hogy így kiált értünk. Ellenzéki bírálatok keresztüzébe került Megyesi Péter, amiért sem kormánya tagjaival, sem a parlamenttel nem konzultált, mielőtt aláírta a nyolcak levelét, amelyet Tony Blair kezdeményezett. Németh Zsolt felelőtlen, szervilis döntésnek tartja az aláírást, mivel a nyilatkozat nemhogy az unió egységét, sokkal inkább megosztását hozza, és magunkra haragítottuk vele fél Európát. A helyzet az, hogy ha tetszik, ha nem, ez sajnos alá kellett írni a Megyesinek. Sajnos. Hát ez egy nagy dilemma, és hihetetlenül nehéz dolog. Nem a visszém a követ tartok. Nem hiszem, hogy ember van az országban, aki háborút akarna, ez teljesen természetes. Csak van egy rossz hírem, hogy ez a háború, ez 2001. szeptember 11-e óta folyik. Ez egy folyamatban levő háború, mert abban a pillanatban, hogy az megtörtént, világos volt, hogy ezt a világnak a nagyobbik fele nem fogja hagyni. A kérdés az, hogy mi mit csinálunk. Na most lehet persze erősködni, mert például olvastam a Csillaghegyi Harson a háború alatt többször megírta, hogy e helyről figyelmeztetjük Angliát, de nem lett valami nagy fogadatja. Tehát én szerintem mind a kettő rossz, ha aláírja rossz, ha nem írja alá rossz, de nem ezen múlik, hiszen azért nem a háborút írta alá. De hoztam nektek két érdekes dolgozatot. Nem tudom, interneten meg lehet nézni, hogy mik kapták a legmagasabb pontszámot az ilyen eszékbe, amikor ilyen Eton-ba, vagy Oxfordba, vagy Cambridge-be dolgozatokat írnak. És mondom a két témát, és hogy mi kapta a legmagasabb pontszámot. Az egyik az volt, mi a bátorság? Az eszé így szólt, ez. A másik az volt, hogy miért? És így szólt, miért ne? Na most szellemesen hangzik, de én esküszöm, nem értem. Én tényleg nem értem. Hát mert ezt nem tudod kikerülni. Hát ezt nem tudod kikerülni. A levélről. Majd elmondom, csak menjünk. Majdnem 4 millió háztartásba a napokban érkezik az a 15 soros levél plusz egy kérdőív, amelyik az Európai Unióba való belépés melletti szavazásra buzdít bennünket. A belépést ellenzők is megkezdték kampányukat, Budapest több pontján már osztogatják 13 pontjukat, amelyből kettő azzal foglalkozik, hogy az EU a nagybirtokokat akarja visszaállítani, és a demokratikus államokat kívánja aláásni. Ti már kaptattok ki a levelet? Én csak, én országjárót sem kaptam. Én már megkaptam. Oda nem küldenek sem. Annyi címed van, hogy azt se tudják, hogy hova küldjék. Teljesen. Érdekes, a Gresmik idézéssel meg tudtak találni. Szeretném elmondani, hogy ez fölöslegesen kidobott több 100 millió forint. Én ezt sokkal olcsóban megoldottam volna. Elmondom, ez 15 sor, én ezt 3 sorra megoldottam volna, leírtam. Azt a küldje el további 3 helyre. És jövő májusban önt nagy öröm fogja érni. Ezt a levelet Simpson tiszteletes Oklahomában a hálaadás napján nem küldte tovább, és másnap kitörött a lába. Én azon gondolkodtam, hogy itt nem az a kérdés, hogy jól csatlakozunk-e, vagy rosszul csatlakozunk. Én gondolkodtam délután, közben készültem ma estére, és arra jöttem rá, hogy az a kérdés, hogy ez a 12 év eszessége után, mert ezt elég eszesen csináltuk, hogy okosak maradunk-e, vagy újra ostobák vagyunk? Nekem ez a kérdés. Szóval azért mondom ezt, mert két olyan pillanatot tudok a magyar történelemből, amikor Európához csatlakozhatunk volna, az egyik szerencsétlen volt, mert ugyan a Habsburg uralom alatt történt, de mondjuk második József rosszul intézte azt, amit jól gondolt el. De a szándéka körülbelül valami ilyesmi volt, hogy integrálni a monarchiából például Magyarországot is Európához.
rosszul csinálta. De Mátyás király volt az utolsó, már pedig Mátyás király az egy választott király volt. Talán azt hiszem az egyetlen olyan, aki nem ősei által predesztinált uralkodónak, hanem megválasztották őt közakaratból, már amilyen volt a közakarat, gondolom nemesi, és akkor voltunk utoljára Európában, mert az egy okos uralkodó volt. Az igaz, hogy a Beatrice rágyújtott a svéd király előtt, ez igaz. Van egy, azt mondja, a belépést ellenzők is megkezdték a kampányukat. Hát csak ők kezdték meg, könyörgöm. Sajnos. Hát csak ők kampányolnak, hát más nem hallok még, csak az, hogy XY ott áll egy ilyen kérdőivel, és azt mondja, hogy maga írja alá. Még egyetlen kormánypárti politikus, vagy az EU-t csatlakozást támogató politikust, vagy embert nem hallottam volna, nem láttam, aki azt mondta, hogy itt tessék aláírni, hogy csatlakozni szeretne. De a televízió már tele van azzal, hogy az ellenzők megkezdték a kampányukat. Hát akkor miért nem kezdik meg ők is, vagy mi? De Bojs, tudod, mi volt az érdekes? Hogy csak elfelejtem. Látok magam előtt egy képet, hogy 12 évig, mint a Frédi a kőkorszaki szakikban végén, így dörömbölünk, hogy te engedjenek már az euró, engedjenek már, kinyitják azt, hogy ezt tessék, azt nem akarok bemenni. Hamarosan könyv jelenik meg Belgiumban az extrém helyeken történő szeretkezésekről. Az egyik legizgalmasabb fejezet a liftekben megvalósult légyottok gyűjteménye. Találhatunk benne sztorit Szex az üvegliftben címmel, áramszünet a teherliftben, de egy holland házaspár arról számol be, miért volt izgalmas közösülni a Paternosterben. Hát mert most ugye már a valóság sokban is megtörtént itt a való világban az első valamire való aktus, meg ne ártson. És az azért izgalmas, mint a liftben is, hogy bármikor bárki bejöhet. És azt szeretik újabban, azt nagyon szeretik. Hát talán kötelezővé nem teszik, reméljük. Próbáld meg ugyanezt ételliftbe. Feleségem nem hagyja el, hogy fogyókúrázom. Azt tudja valaki, hogy milyen a Viagra belülről? Önök is egészet szednek, mi? Angliában hamarosan törvényerőre emelkedik, hogy a disznóknak az ólban szórakozási lehetőséget kell biztosítani. Focilabdát, láncot vagy egyéb játékokat kell elhelyezni az ólban az ingerdús környezet elérése érdekében. Ha az ellenőrzés során az ólakban unatkozó disznókat találnak, csak nem 1 millió forintnak megfelelő bírsággal számolhatnak a gazdák. Valahol az ország közepén, valahol a Jani bácsi, ott az ólba ilyen színes ziziket szól a moslékba, hogy a disznók ne legyenek ingerszegények, azért az előtted van? Ha persze, az ízit, bele b***szunk, a bocsánat. A disznók először soha nem unatkoznak, itt kezdődik. Hát ebben az országban még a disznók mindig találtak maguknak kellő elfoglaltságot, följelentettek, beletúltak a szemétdomba, megmondom, nagy popával röfögtek, szóval én megmondom őszintén, hogy én a disznót unalmasan szeretem. Ilyen toros káposztával, tepsis lombival. Alulíró stöfi. Magyar mangalica. Kulturális naplójából. Miután az EU csatlakozás minket is jelentősen érintett, és gazdáink odafigyeltek erre, Stöfi, Máté Szalka, Kossuth-Ős utca 7 szám alatt lakos, a következőket jelenthettem. Szerdán M. Kecskés András az Élet végtelen című pantomi meskét eléggé untam. Szerintem, amit ő mondani akart, hogy az ember megmutatott felületekre tapad, érzékelteti, hogy valahol bent, vagy valamin kívül van-e, ahogy a 4 évszak tenger alatti gyöngyhalász jelenetében, ez minket nem nagyon érdekel. Lehet, hogy én hülye vagyok, de például a filmklubban Fellini 8 és félét se értettük, se én, se párom, Nuki.
Csak röhögtünk egész este, mint a hülyék. Na jó, Asher Tamás rendezésében Arden élnek, mint a disznók, ez könnyebb volt, ez nekünk szólt. És tetszett az Edda koncert is, bár szerintem kicsit múlik fölöttük az idő, Pataki Attila azért király. Lehet, hogy bunkók vagyunk, de a legjobb az volt, amikor focilabdát kaptunk, én voltam a Gera, a feleségem pedig Mirjuca. Antonioni vörös sivatagjából egy szót nem értettünk. Bár Mónika Vittit megdugnám ma is. Lehet... Jó, lehet, hogy mi hülyék vagyunk, de nekem azt tetszett a legjobban, amikor lőttek az RTL-en az elnök emberei, vagy amikor Majka műsort vezet, vagy amikor Oki meg Irén. Lehet, hogy én egy disznó vagyok. Én szeretném kihasználni, hogy egy ilyen nagy ember mellett ülök. Én a múlt héten gondolkodtam, hogy kihagytam ezt az ígyszert. Nekem vannak ilyen kegytárgyaim otthon, és 93-ban nem mesélem az egészet a Metropolitanbe. A Mati Salminen énekelte a Hundingot a Götterdemmelünkben. Hogy vettetek jegyet? Nem. Mi előre ment, vagy nem? Tomás, gyerek, hol a utolsó pillanatban éltünk oda. Engem jobban érdekelne, hogyha elmesélni valami foci meccset, vagy egy lóverseny. Ne, de most hagyd mondjam, ez a Mati Salminen, ez egy nagyszerű filmbasszus, és ezt 10 dollárért vettem, a Metnek van egy ilyen butikja, és aztán Bajrajt... 2800 most. Bajrajtban pedig az Ekehard Vlasika, az baszbariton, bariton inkább. Igen, együtt voltam vele versenyen 1967-ben. Ez 10 márka volt, kérlek szépen, ő az Albrechtet énekelte, szintén a Siegfriedből, és arra gondoltam, hogy megkockáztatnék, te is egy nagy énekes vagy, 10 forintért nem adná nekem egy autogramot? Várja. Nincs nálad. De fénykép is kell? Igen, én hoztam egy újságot, vagy erre nem írod? Nem, várja. Te állandóan azt hiszem, van nálam fénykép. Ez szívesen. Ez miből van? Neked, ezt kérek szépen Verdi Falstaffjából, címszereplő. Adsz tollat? Igen. Ebben jobban tudsz írni. De hogy hívnak téged? Bajor. Várjál! Jóska, van fésztolla, mit van nálam? De várjál, két B-vel vagy? Hogy? Bajor, két B-vel. Bajor! És még van valami a Metropolitanben, ezt elhoztam megmutatni, ezt a Fischer Ádám küldte egy százszor járva, és a Metbe először ezzel vezényelt az Aidát. Ti figyeltek erre? Hogyne. Ti figyeltek erre? Előadás közben? Erre? Igen. Hát ha nem vigyázunk, akkor igen. De azt akarom mondani, hogy Kóródi András, Gida, mindenkinek szeretett Gidája, egyszer azt mondta, hogy nagyon híres karmester volt, és Wagnert dirigált, nem akarok cikizni, és egyszer elmesélte, hogy szóval képzeld el, szóval este 9 óra van, szóval azt álmodom, hogy a Parsifal második felvonását dirigálom az operába. Fölébredek, és tényleg. A Bing könyvet olvastad? Aki 5000 estém a Metropolitan. Igen, a régi Metben volt igazgató, és elmondta, hogy egyszer nagyon lassan vezényelt valaki. És megtudta az okát. Tudod, mi volt? Wagner volt természetesen, és a műszak évfél után dupla gázsit kapott. Tehát ha évfél után egy percet fejeződik be, és megkérték, és ez nagyon szép lassan. Most reklám következik, és utána jövünk vissza, mint mindig. Ez a heti hetes. Politika botrány, Dunaparti, Dumaparti, bulvár, egy kasszár hegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes, heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Mi az papírlap félbetétve? Puzzle szőkenőknek.
Orbán Viktor a keresztény női polgári kör rendezvényén mondott beszédében az ország helyzetét ahhoz hasonlította, mint amikor egy huszár a dolmánya begombolását már az első gombjuknál elvéti, és későn veszi észre, hogy ferdén viselhetetlenül áll rajta a ruhadarab. Teljesen igazából. Igen, Deák Ferenc már azt is megmondta, hogy hogyan kell kigombolni. Nem. Teljesen igazából ez az ország dolmánya valóban félre van gombolva. A bal oldal egyenesen áll, a jobb oldal elcsúszott. Ez tény. De hallgassunk meg elő egy... Hát bocsánat, de egy kicsi huszárnak mi a véleménye? Hát én mint kicsi huszár... Te hogy szoktad begombolni? Én is egyszer elvétettem a dolmányomnak a begombolását. Ez tényleg így volt, de én direkt csináltam, és úgy is hívtak utána, hogy táncos komikus. Egyébként van egy olyan érzésem, hogy Orbán Viktor tépőzát használ, nem a dolmányához, tehát... Gyerekek, olyan cinikusak vagytok, azért fejlődik, hogy a bőrhalisnyától a kukorica jancsége eljutott azért. Nem tudom, ez nagyon megfelelő. És a Ludas Matyi... Azt akarom én mondani, hogy most azt mondta a csütörtöki beszédében, hogy Ludas Matyi, hajrá Ludas Matyi. De ezt hogy értette, hogy háromszor fogja mi rajtunk? Volt a Hoffi meg a... Izé... Nem, azt várjál, mondott, nem, várjál, ezt nem úgy értette. Az egész másik szövegkörnyezetben. Úgy értette, hogy ő a Ludas háromszor Matyi... Háromszor veri ezt kenden, Ludas Matyi vissza? Háromszor veri saját problémáját, Ludas Mátyás vissza. Milyen? Azt kérdezi a Kern... A maga hallatlan vakmerő mondja, hogy nem ijesztő ez. Ez ijesztő. Én mástól féltem. De bocsáss meg, azért a huszárnál nem a dolmányának a gombolása a fontos, hanem hogy győzzön a csatában. Szóval azért... Én mástól féltem. A huszár is leszáll, ha meddöglik a ló, szóval az sem egy ámdobán. Én attól féltem, hogy nagyon be van fagyva a Duna. És esetleg a vigadobok kijuhannak a Duna jegélyen. Hogy spontán királlyá kiáltsák, já? De azt mondta, hogy remek beszéd volt egyébként. Nagyon, nagyon szép. Én még most is altással alatt vagyok. Tényleg, ez nem viccelek, komolyan. Én politikust ilyen tisztán, világosan, érthetően még nem hallottam Magyarországon beszélni az elmúlt 100 évben. De volt egy érdekes megjegyzése. Sokat nem hallgatottál. Egyetlen egy mondatát nem értettem, hogy a Szentendrei hidat is 20 méterrel odébb vinnék. Esztergomi hidat. Esztergomi. Az Esztergomi hidat is odébb vinnék, hogy elmondhassák, hogy ők építették, hogy nem jutott eszetekbe valami hasonló. Ott a Lánymányosi hídnál nem volt valami ilyesmi, ami szintén odébb lett víve? Nem tudom, mire kérdött. Biztos, hogy minden kormány mindig azt mondja, hogy a másikét odébb akarja az mostani kormány. Egy nemzeti színházzal ez nem fordult elő? Hát de. A négyes metró állítólag csak nemzeti színházaknál fog megállni. A fővárosi Fidesz-MKDS frakció ingyenessé kívánja tenni a budapesti tömegközlekedést azokon a napokon, amikor a hó miatt közlekedési káosz alakul ki az utakon. Demszky Gábor főpolgármester szerint ez a BKV idén várható 30 milliárdos hiányát figyelembe véve felelőtlen demagóg javaslat. A nagyon jó hírem van, a MÁV most jelentette, hogy minden vonat pontosan érkezik, csak egy nappal később. És tegnap előtt hallottam a Salgó Lászlót, isteni pofa egyébként az új rendőrfőkapitány, olyan diplomatikusan fogalmaz, ugye? Kifejezetten finom. Következőt mondta, azt mondja, Borsod és Szabolcs áttekintése került, és ezek a megyék egyre fokozódnak. Ezt utoljára ugye Virág elvtárs mondotta. Aztán mondta azt is, hogy tele tankkal induljunk el, csak nem jelölte meg, hogy melyik országra gondol. És volt még két érdekes kérdés. Megkérdezte tőle, nem tudom ki volt, az a katasztrófa van? Válasz, a katasztrófa jelleg is felelhető benne. Az a helyzet, hogy a felvetés azért remek, mert egész évben akkor ingyen lehetne a BKV-n közlekedni. Tavasszal ugyanis lezárják árvíz miatt a rakpartot. Nyáron ugye... Állandóan építkeznek, és ősszel meg a csőtörések miatt nem lehet csinálni. Tehát akkor végül is a tumultus az állandó. Ha tumultus van, akkor nem kell fizetni, nem? Én most közlekedem tegnap előtt éjszaka. Szóval szerdán éjszaka.
Szerdán éjszaka jöttem föl, hogy fölérjek, tehát hogy ne kelljen kellemetlen. Mindenki óvott tőle, és nagyon jól lehetett jönni az M7-esen is végig. Egy azonban egészen fantasztikus, hogy olyan fél óránként találkozik az ember olyanokkal, akik nem normálisak, hogy a hóban, ahol hát láthatóan óvatosnak kell lenni, hogy miket mernek megcsinálni, nem gondol arra, tényleg hihetetlen, hogy mennyi baleset van, az ennyi, az mind baromság és felelőtlenség. Miért nem, legalább a hóban miért nem vigyáz az illető? Nem, erről nekem van egy történet, vagy egy viccem. Elévág, csúszik, nem érdekli. Két, várj, is annak teljesen. De gyerekek, ez nem, ez következő, mikor két cigány beszélget a lóvásárba, és a ló neki megy a falnak. Azt mondja neki, te, hát ez a ló, ez vak. Ez nem vak, ez bátor. De visszatérve a tömegközlekedésre, azt ismerjétek, azt mondja a Pali, azt mondja, szép csendben, halkan szeretnék meghalni, mint az édesapám, nem olyan sikoltozva, ordítozva, mint az utasai. A közlekedés rendészettől nekem eszembe jutott valami, mert most vannak problémák, és a rendőrséghez kell fordulni. Nem olvasnátok föl? Rendőrség? Mi vagyunk. Tüntetni szeretnénk. Jó helyre fordultunk? A legjobbra. De lenne néhány kérdésem. Parancsoljon. Önök kicsodák? Mi a Hitler Adolf Közhasznú Kulturális Egyesület vagyunk. Azt Nagy K-val írják? A Hitler? Nem, Nagy H-val. Tudom, a Kulturális Egyesületet. Ja, írja, ahogy akarja. Szóval tüntetni akarnak. É, baj? Különben is csak az arányos közlekedés miatt kérdezem, hogy mit fognak csinálni? Hát, éltetjük az SS-t, felolvassunk a Mein Kampf-ból, esetleg könyveket, liberális lapokat égetünk, ilyesmi. Hova tervezik? A várba. Oda nem engedélyeztetjük, mert most nagyon havas. Akkor a Hősök terére kérjük. Igen. Hány órára? Délután 4. Hát, az se jó, mert akkor meg a békért akarnak tüntetni. Nekik persze engedélyezték. Mi? Nem, mert mondtuk, hogy akkor maguk akarnak tüntetni. Hát tőlünk lehet a parlament előtt is. Jó, de ott csak korcsolyával lehet. Hozunk korcsolyát. Jó, jó. Milyen hangosan akarják az SS-t éltetni? Hát jó, hangosan. Jó. Sajnos akkor nem engedélyezhetjük, mert aránytalanul megzavarnák a közlekedés rendjét. Mennyibe? Teszem azt a 70-es trali vezetői esetleg diszpécseri utasításnak veszi, és idő előtt elindul az Alkotmány utcában. Na jó, már nézze, ebből nekem elegem van. Mi külföldi fajtestvéreinkkel felmegyünk a várba, és kitörünk. Jó, csak aztán nehogy szemeteljenek. A legjobb közlekedési anekdótát, ha már itt erről van szó, és ez... Tulajdonképpen mindenkinek tudom ajánlani, volt miniszterelnöknek, jelenleg miniszterelnöknek, közlekedőknek, magunknak. Ilyen édeset még nem hallottam. Székely paraszt megy a bakon a két ló előtte. Egyszer csak a két ló megáll, és egy tapottat nem megy tovább. Megfogja az ostot, szóval gyíí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 í száz méteres, irgalmatlan mély szakadék. Visszaszáll a bakra, azt mondja, helyes mitek. Hó! Tornyi Barnabás autójával nekiütközött a szallakorlátnak, ezért nem tudta megtartani aznapi edzését a Dunafernél. Igaz, nem is lett volna kivel, mivel csupán három játékosa maradt. Három játékos? Innen szép győzni. Várját! De Dunaújváros fele nincs autópálya. Akkor milyen szallakorlátnak ütözött neki? Autópálya nincs, csak szallakorlát van. Nincs. Ismerem az utat odáig. Hát most mondd, játékosa sincs, autópálya sincs. Hát mi jár arra, szegény Tor? Direkt keresett egy helyet, ahol van szallakorlát. De mi az, hogy három játékosa van neki? Én nem ezt nem értem. Ajjajjaj, ezt nem kellett volna megkérdezni, mert elmagyarázni. Nem, mert én szeretem a focit, tehát engem azért. Én még mindig nem értem azt, ki hogy... Ki a Szalai Adnamári? Nem azt, hanem azt mondta a Teddy, hogy ez. De ne menjünk már vissza.
Azt mi a bátorság? Ez. És ezt máig nem ér. Soha nem fogom megérteni. Ezt megírja a Teddy a kipőben jövő héten nekem. A vádak 15 oldal tőled. Micsoda? Hogy egy ilyen tesztkérdésre, ahelyett, hogy elemezni, ilyen röviden egy szóval felel valaki. Az a bátorság. Ez. De most a tesztkérdés... Megjöltetem, megjöltetem. Föladok egy másik tesztkérdést. A Real Mallorca játszott a Deportivo La Coruña-val Korunában. Ennyi sok szót egymás után neked nem szabad kimondani. Akkor légy szíves tag... Olyan... Egyszer a Kernel mentünk Londonba, és meg, nem tudtuk, hol vagyunk, és megállítottunk egy... Jött egy kakni. Kérdeztük, hogy hol vagyunk mi azóta. Még egyszer. Kérte a Kern tud angolul, hogy kicsit tagoltabban. De nem lesz el, ez volt a South Circular Road. Na, szóval a spanyol királyi kupában... Nyugodtan, igattan. Elődöntő... Kik között? Deportivo La Coruña játszott a... Ezt egy kicsit elhadartad. Deportunya, de... A sport, a Deportivo spanyolul. Deportivo, de... La Coruña. La Coruña. Igen, utána kivel játszott? A Real Mallorcával. A Real Mallorcával. Királyi Mallorcával, igen. És a Pandiani idegenbe a Mallorcából két gólt rúgott a Korunának, ahol focizott. Ne basz ki! Mi ebben az érdeket? Márján, még nincs vége. Igen, és mi volt után? Mit csinált? Ez mi? Az. Elesett. Nem, azt hittem mind a kettő, hogy lefújták, mert nem örült. Vérprofi berúgom, de nem lelkendezek ott, ahol tavaly értettek. Be volt rúgva? Vagy micsoda? Nem értettek. Nem örült neki. Nem hát tavaly ott focizott, akiknek rúgta a gólt. Szomorúan rúgott neki két gólt. De mondok egy másik történetet, amikor az MTK-ba... Az is lesz ilyen jó? Az MTK-ba kezdtem focizni, nem tudták, hogy én Fradi Drucker vagyok. És meghívtak az MTK disztribűnőre, egy Fradi MTK-ra, és a zsibolás a Fradiból akkor... Ezt már mondtad, ezt ugyanúgy mondtad, mint ő. Mondtam? De mindegy, annyira szívesen meghallgatom még egyszer. Én még nem hallottam. Mi volt, amikor a Medbe akartatok jegyet venni a Minivel? Mondjad már tovább. A zsibolás a Fradiba focizott, és átment az MTK-ba, és én egész héten otthon gyakoroltam, hogy csöndben maradni, hogyha Fradi gólt rúg, szomorkodni, hát ott ülök az MTK fanklub közepén. A nagy darab erős zsidók között, ugye? Második percben zsibolyás egy írtó nagy potyagot kapott. Egyetlen egy ember felugrott, így lelkendez, és néztek ám ki ez az állat. És én mondtam, hát a zsibolyás nem a Fradiba véd? Mondták, nem, hát átjött az MTK-ba. Ja, mondtam, hát azt nem kérdezték, hogy nem látom a színeket, hogy zöld meg kék. És 20 perc van, zsibolyás megint kapott egy potyagot, megint én így lelkendeztem, akkor már lebuktam, nem kérdeztek semmit. Tenni három a magyar igazság, mondjál még egy történet. De most a változatos egy bajlajti történet. 10 millió forintos jutalomban részesül a férfi kézilabda világbajnokságon 6. helyezést szerzett magyar válogatott, mivel a csapat sportága közül elsőként harcolta ki az aténi olimpián való részvételt. Meséljetek egy történetet erről? Meséljetek erről, elmondom, hogy... Ez lesz a harmadik. Ez azért... A cowboy. Azért nem kapnak annyit... Az a Ludas Matyi. Azért nem kapnak annyit, mint a focisták, mert rájöttek, hogy kézzel sokkal könnyebb gólt csinálni, mint lábbal, nem? De egyetlen egy pillanatot hagyd mondjak el. Kétszer csomagoltak, hogy hazamennek, lényegében annak köszönhetjük, hogy Szaúd-Arábia, aki még soha nem nyert világbajnokságon, megvert az argentinokat, akik megverték a világbajnok Horvátországot. Utána másodszor csomagoltak, mert nekünk 3 góllal kellett megvenni a szlovénokat, de közben a svédeknek ki kellett kapni a franciáktól. És a 2 csomagolás után játszottunk a jugókkal. Tényleg fantasztikus. Fantasztikus, hogy mit tart, de azért én bevinném az elmeosztályra, ennek ellenére. De ez speciált csak így lehet elmondani. Játszunk a jugókkal. Nem elmondani, megjegyezni, meg azt nem értem.
A tét, hogy ki jut ki... Kuta jut meg! Mi voltak a norvégokkal? Azok nem voltak ott. A szlovénokat megvertük 3 góllal. Soha nem fogjuk megtudni. Dögöljek meg, ha otthon ez nem memorizál direkt. Nem. Azt mondja, a szlovénok, de Mimi, még egyszer. Szlovénok, elkezdtük, francia, ez nem lehet másképp. Direkt azért, hogy bosszantson engem, otthon látok. Egy hétig néztem, és játszunk a jugokkal, ha megverjük őket, kijutunk az olimpiára, ha nem, 5 évre visszaesünk ismét. Első hosszabbítás döntetlen, illetve a meccs döntetlen, az első hosszabbításban 1 góllal vezetnek a jugok, 2 másodperc van hátra. Szabad dobás? Nem, 7-es, időn túli 7-es, dobja a magyar Carlos Perez, aki egyébként több mint 6 éve él már Veszprémbe. Fantasztikus volt, micsoda, hogy... Micsoda, Carlos is, Perez is, Veszprém. Egymás után 3 ilyen szó. De mit, ez az egy, ami ellene játszik, a magyar nyelv. És végig svenkelt a kamera minden meccs előtt a magyar csapaton, akik gyönyörű pillanat volt. Nem csak a meccset figyeli, a kamerát is, hogy mikor svenkel, azt is megjegyzi. Igen, mert ezért nagyon szép volt, a szívükre tett kézzel énekelték a himnuszt, az egyetlen a Carlos Perez volt, aki a Király Linda után nem próbálkozott meg ugye a himnusszal, hiszen ő most már magyar, és neki kellett dobni ezt a 7 méterest. Na most, ha kidobja, mellé dobja, vagy fölé dobja, ez többet Veszprémbe sehol nem fordulhat meg. És a 7 méterest azt úgy kell dobni, hogy egy ilyen állat kijön eléd, így, érted? Azt úgy kell bedobni a lábak közé a palinak, hogy nem biztos, hogy szétnyitja a lábát. Elnézést, aki a lábát szétnyitja, az a Carlos Perez négy. Tehát itt azért ez egy más történet. Nagyon nehéz úgy. Nagyon nehéz. Én is annyiszor mondtam a hölgyeknek, hogy tegyék szét a lábukat, abban van a java, az Istennek nem hitte, igen? Én most már nézni a kézilabdát, nem tudtam, hogy erotikus. Az igaz, Pista, hogy amikor már eljutottál a randevúnak a végére, akkor dobtál 1 hetest? A, de miért? Előző 7-est egyébként egy Sterbik Árpád nevű jugoszlávnak dobta. Jaj, az is megmondta. Aki egy vajdasági magyar. Na most ilyenkor 90%, hogy így szétdobja kezét, lábát a pali. De miért? Mert akar baszni! Hogy miért? Szereti. Hogy minél nagyobb felületet fogjon le, hogy beleakadjon a labda. A lábak között, meg hát, ami van. Hát. És a Carlos Perez kélek szépen bedobta a lába közé, a pali szétnyitotta, és ezzel jutottunk ki az olimpiára, és azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy nem tudom szó szerint idézni a Szent Istvánt, a Szent Imréhez az intelmeket. Miért nem tudod ezt szó szerint? De hogy jön Mert arra már nem volt idő, mert 5:30-kor jönni kellett. A többit átvette, a Mimi súgott, de ezt már nem tudta megtanulni. Nem, hogy mindenki fél a jövevényektől, és azt akarom mondani, hogy ez a Carlos Perez, ez egy remek magyar srác. Fegyőrök szállították esküt tenni Kecskemétről a Kunszentmiklósi városházára Malinák Árpád városatját, akit sikkasztással és orális zaklatással vádol az ügyészség. Malinákot 50-80 fős őrjöngő tömeg várta, simogatták, tapogatták és sírva énekelték el a himnuszt. Én most nem akarok viccelni ezzel tényleg, de hát szóval a himnuszt, hogy jött ide a himnusz? Vagy a kokárdát már lejárattuk, az egy dolog, de hát hogy orális zaklatással vádolták, kijött, és akkor nem tudom, hogy... Szerintem azért, mert áthatatlannak hiszik és gondolják. És akkor ez teljesen egyértelmű. Én nekem az a bajom, gyerek, hogy lehet sírva énekelni. Én megpróbálom, 40 éve próbálkozom, nekem nem sikerül. A másik, mi az, hogy orális zaklatás? Az azt jelenti, hogy egy képviselő nem bánja, hogyha a szájára veszi a város. Elmondom nektek, hát ha nem ismeritek, de ez csak itt tényleg műsoron kívül, mert csúnya, csak maguk. Nem, tényleg csúnya. A parasz bácsi bemegy egy üzletbe, és azt mondja, drága angyalom, azt mondja, milyen üzlet ez? Azt mondja, ez optikus üzlet. Optikus? Tessék van, és az, ami a kirakatban van, az micsoda? Azt mondja, ez pápa szem. Pápa szem? Szóval, bácsikám, tessék föl csiptetni ide az órára, azt mondja, nem is mondok semmit, szóval nézze meg a szapolat, és atya jó Isten, hát ilyen életemben, szóval 20 év után először, szóval látok, hát ki tudom így venni, hogy ki micsoda, meg mert az a csodálatos. Tessék mondani, pápa f***sz nincsen? Köszönjük.
Ez jó. Ez véletlenül jó. Én azt javaslom, hogy itt most ne fütyüljétek ki a f***t. Fütyel, nem olyan jó. Februártól 15 perces masszírozással egészíti ki szolgáltatásait 21 benzinkút Thaiföldön. Az ország egészségügyi minisztériuma szerint a hagyományos tajmasszázs remélhetően enyhíti majd az autóvezetőkben a feszültséget, és így kevesebb baleset fog történni. Na ezt elmondanám egy mondatba a hírt, jó? Hogy érthető legyen. A jövőben a thaiföldi benzinkutaknál lesznek kurvák. Szerintem meg az alatt a 15 perc alatt, ameddig masszírozzák, nem vezet, azért nem fog balesetet okozni. Én nem. Voltam Thaiföldön. Szó nincs masszírozásról, szó nincs. Kikértem magamnak, hát azt a botrányt, amit én csináltam ott Pattaján. Mentem a de magyar nagykövethez, mondom, hát ne kikérem magam. Mi? De mi volt? Befeküdtem egy masszírozás, és matatott a nadrágát, ne haragudj azért. Jaj. Morális szex én, aki volt. A morális. Kultúra nagykövete az ember, hogy azért ne haragudj. Thaiföldön, ha emlékeznék. De mit matat? Hova matat? Andiska, nem lehet mindent megmagyarázni. Igen. Az, ezt... Most már Telit elmagyaráztuk, ezt majd megmutatja valaki. Jó. Azt is, hogy neked azt mondtad, megrándult például a lábad, hogy alig tudsz felállni. Igen. Elmész egy ilyen helyre, és lesz f***nak. Ez. Ez ez az, ez a Neil Simon-i orvpoén. De azért nem csűrte csavartam. Nem lehet azt mondani. Ez, nem, nem, a késő van ahhoz. Ez Neil Simon-i. Azt várod, de közben mást kapsz. Nagyon. Ha most azt mondod, Andiska, hogy ezt se érted, akkor nálad nagy baj van. Ez tényleg komolyan. Pápa f***, nem lehet? Jaj. $1 millió kér Andropov Kutuzov sugárúti... Kérjen 2 millió! $2 millió kér Andropov Kutuzov sugárúti lakásáért jelenlegi tulajdonosa. Fölverted az árát. Az egykori szovjet pártfő... Ezek nálam a passzhírek. Látod ezt az oldalt? Mennyi minden jutott eszembe róla? Bocsáss meg, ezt nézzek, én mit írtam ide? Az egykori... rajzoltam azért. Ezek a virá... ezeket, elolvasom ezeket a híreket, és annyira kiürül az agyam, mintha jelennék a jáksom. De azért... Na. Ha a szüleidnek nincs gyermeke, valószínűleg neked sem lesz. A $1 millió kér Andropov Kutuzov sugárúti lakásáért jelenlegi tulajdonosa. Az egykori szovjet párt... Andropov Kutuzov... Nem, Andropov Kutuzov sugárúti lakásáért jelenlegi tulajdonosa. Az egykori szovjet pártfőtitkár 156 négyzetméteres lakása jelentős felújításra szorul. Igaz, az új tulajdonos bármikor túlélne egy atomtámadást, mert a házból lépcső vezet az atombiztos moszkvai metróba. Voltatok a klub a ligába? Hogyne. És akkor láttátok ott a kát... Én ott laktam egy hétig. Kézzeljétek el, most ezt becsület úr Istenem mondom. Még hamutartó is van olyan. Onnan. Most igen? Hamutartót rám hoztam. Olyan hatással volt, most Isten engem, hogy olyan sokkolat, hogy ahol a Kádár minden évben nyaralt, Balatonon, Aligánon, abban a... Ott nyaraltál te is? De ott nyaraltam, hanem megkértem a főnök urat, hogy tegye már meg nekem, mert én nem láttam ezt a... És az sokkoló lakhatott? Nem, az, hogy bementem, és ott olyan... Igen, igen. Mi, ott volt a Kádár? Nem a Kádár. Én abban a villában laktam, hogy ott igen, döbbenetes különben. De ez tényleg komolyan mondom, ez nem tudom neked elmagyarázni, miért. Nekem ott megvan a Kádár tévéje. Hogy komolyan... Ott rá... Megvettük az álvelésen. Hogy te mindig látusz tomfolni bármilyen. Ja. Én megmondom őszintén. Engem se az nem hagy sokkolónak, hogy üres szobában a Kádárnakot, se a tévéjelenk. Nekem az a 40 év, amit eltöltöttem alatt, a untig elég volt. Azt azért vettük meg a Selmecivel, mert ez volt az a tévé, amit ő nem nézett. Ugye ő híres volt arról, hogy nem néz tévét. Tehát nem használta, tehát még friss lopogós volt. Megvettük a kávéskészletét is, de az volt az érdekes, hogy nagyon drága volt. Mert hogy a szájad ugyanoda érjen, hogy...
Feli, ha most azt mondod, hogy megvan tőle az a baloldali anyajegye is, akkor tényleg össze... Hagyjál, a Kádár megvan náluk otthon. Na. A többiek a vadonatúj kávéskészleteket vették meg, ami nem volt a pincébe, hogy a bolgár nép ajándéka. A tőt, az olcsót, meg azt vettük, meg gondoltuk, hogy használták. Hát világos, ugyanis megisztel egy kávét, és utána azt mondod, szervusz, Mimi, nagy szeretet, de Azt mondja, harapni valót, az iszoda kávét kérve, ami harap, egy falatot lehar. Különben embertelen az a villa, én ilyen szomorút, én mondom, egy, komolyan lefeküdtem. Ugyanezt akartam, hogy nem hallgattam. Olyan nyomasztó volt, gyerekek, hogy ez nem emberi. Bökönyi vezérőr nagy, a büntetés végrehajtás országos parancsnoka szerint óriási összegekért nyilatkoznak a sztár elítéltek. De most ez velünk soha nem fordul. Én annyit nyilatkozom, egy büdös buzdát nem kaptam. Valamit most tényleg kéne, el kéne követni, hogy meggazdagodjuk. De hát ez Isten, miként raboltam ki a kispostát, mit tudom, 50 ezer forint. Hogyan nyírtam ki apámat? 100 000 forint? Kisebb betörések, én nem kérek pénzt? Vagy ez hogy? Miről szól? Dalol a baltám címmel. Várjatok, mely sztár elítéltet akarok köszönteni. Tegnap, illetve 3 nappal ezelőtt volt a rádióban a Bombondi átadás, és a Gálvölgyi János hiányzott szóval. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Ez meg a szilveszteri felvételünk a Rádió Kabarénak. Köszönöm szépen. De... Azt kérdezem, hogy János, hogy ki kapta ezt a bombondíjat? Nem. Én. Kaptunk bombondíjat. És az, hogy most 1 800 000 ember nézi, ahogy a Gálvölgyát veszi, mi pedig csak 12 ember előtt vettük át, mi mélyen meg vagyunk bántva, te is álljál föl, hajolj meg, te is kapd bántva. Mi is kaptunk ilyen díjat. Jó, hát vágjátok ki, ha akarjátok. Jó, fáj a lábam. Látod, mit ugrálsz? Az irítség az kihozza belőle, de különben már nem tud menni. Ilyen ki palit. Kapta a bombondíjat? Nem én kaptam, mindegy. Nem te kaptad, Jani, hanem ki kapta? Nem, hát nem, egyedül kapcsolatban nem tudtam ott lenni, és nagyon szépen köszönöm a Teddynek, hogy elhoztad. De ki kapta a fő bombondíjat? Nincs fő bombondíj. Teddy az illetékes, mondja el akkor. Nem, hát ez a Nagy Endre óta... Igen. Ez jó, rendben van, de azt hittem, hogy ezt, azt valaki kap nem, egy fődíjat. Nem, az... Ja, akkor nem érdekes, jó. A Bombonierben volt a Nagy Endre kabaréja. Magyarul, meg én kaptam egy levelet, következő van benne, hogy Imi a többieknek nem mond meg, hogy a te bombonod kétszer ekkora, ennyi van. Ezzel csak emlékezzünk Nagy Endrére. Persze. Haragudjak meg, hát nem haragszok. De egy pára már ráharaptak el, azt igen, tudod? Igen, ki is törte fogunk meg, hogy azt tudod? Beleteszed az igaziak közé. Nem egy igazi bombony, valami öntvény? Ezüst és aranyozott. Ez egy nem érdekes dolog. Arról van szó, hogy kaptunk egy díjat, a Bajor meg én. Szeretnék meghajolni. Csak a Gálvölgyi nem tudta átvenni, később megkapta ő is. Nem olyan érdekes dolog, mutatja. Neki csak most adták oda, nem ünnepélye semmi nekünk. Nekünk egy nagy ünnep volt. Egy nagy ünnep volt. Ennyi, te üljél! Még egyszer szeretném megköszönni. Ilyen díjat kaptunk mi a Bajorral. Tulajdonképpen most a Gálvölgyi is kapott, de ez utólag mellékes dolog. Ez nem egy olyan érdekes legyen a dologról, az volt a lényeg. Tudnék, azért... ők nagyon ráérnek. Én meg hát akkor is dolgoztam. Mi nem próbálunk, mert mi leszaszaljuk a színházat. Családunk se érdekel ezt minket. Kaptuk ezt a bombont. Egy volt egy rokáson. Nagyon szépen köszönjük a... Ott már legalább tudod, hogy miért kapják a bombondíjat. Gyerekek, hát az én sem próbáltam, hanem a Gálvölgyi is ott forgattuk, amire nagy az igény. Köszönöm szépen. Engem is ez volt az a díj, amit kaptam. Semmilyen gázsit nem akartak adni, hogy nekem a Gálvölgyi a barátom. Ezek után is köszönöm. És ő vette át a Gálvölgyi díját, és ott akkor, amilyen most köszönöm. Gyermek átadta a saját díjat.
De. Itt szeretném a fajon. Köszönjük szépen. De ezt hadd mondjam. Köszönjük a ülve, jó, üljetek le, Tiszta. Ezzel a Bajort meghívtam tavaly Gálvegyi Show-ba, és mondtam, hogy Imi, eljössz, hát vagy egy nagy összeget kérsz, tényleg vagy pedig hát. Azt mondta, nagyon rendes volt, eljön ingyen és bérmentve. Majd fölhívták a Kóst, és azt mondta a Kóst, jó, eljövök, Bajor, a dupláját kérem, amit a Bajor kapott. Jött. Bajor Imre, hölgyeim és uraim, Bajor Imre, a bombom díj kitüntetett, de állj föl a kérdés. Most mondom a poént, mert baromi érzéke van hozzá. Azért nem nagyon szokott kapni bombom díjat, csak én, hogy... Jaj, bocsánat. Semmi, most már nem érdekes.